Sziasztok, Bianca vagyok, a Kovász Tündér, üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban egy nagyon egyszerű kovászmentő nokedlit fogok elkészíteni. Gyertek, tartsatok velem! Először kimérjük a lisztet. Én 150 g teljes kiörlésű és 150 g fehér lisztet használtam, de olyan lisztet használtok, amilyet szeretnétek. Utána jöhet a 200 g maradék kovász. Majd hozzáadunk még 2 darab egész tojást, egy kis sót, a végén adjuk hozzá megfelelő mennyiségű vizet, hogy elérjük a nokedli állagot. Kezdjük el összedolgozni, ha úgy érezzük, hogy nem elég lágy a tészta, akkor adagoljunk még hozzá vizet. Egy lágy, nyúlós és ragacsos tésztát kell kapnunk. Pihentessük letakarva körülbelül 1 órát. Kezdjük el forralni a vizet és dobjunk bele egy kis sót. Egy nokedli szaggató segítségével szaggassuk bele a nokedlit a lobogó vízbe. 1-2 percig főzzük, majd ahogy feljön a víz felszínére a tészta, kiszedjük egy szűrő segítségével és lecsöpögtetjük. Teszünk rá olajat vagy valamilyen zsíradékot, hogy később ne ragadjon össze a tészta. Próbáljátok ki ti is, nagyon könnyű elkészíteni, pikpak megvan és sokkal finomabb, mint egy bolti tészta. Jó étvágyat mindenkinek! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni és kommentelni.